Jó napot, sziasztok, köszöntelek benneteket, koncertó is velünk lesz, mégpedig azért, mert nagyon szépen tud nekem mutatni dolgokat, amit szinte gondolok, azt mutatja ő meg nektek. Az autó, amit megnéznénk, az egy Kia Ceed, egy 117 ezer kilométer futású, 2011-es autó, amiben 1.4-es benzinmotor van, ami 90 lóerős, csendesen cicereg a motortér, majd meghallgatjuk, és ugye rengeteg gyári extra van benne, sőt, én azt gondolom, nekünk nem is volt ilyenünk, ez egy gyári navigációs, tolató kamerás zenebona van benne, amit ugye kormányról is lehet vezérelni, tényleg nagyon jó pofa különben, de hát ezen kívül is rengeteg jó dolog van benne, nem Feri és Petire gondolok tulajdonképpen, hanem amit ide készítettek, az pedig ugye az autó szervizkönyve, ezt végig hordták szervizbe megfelelő időszakonként, ugye láthatólag a gazdája szerette és foglalkozott vele, úgyhogy tényleg egy nagyon szép kis darab, bátran érdemes majd ugye elgondolkozni azon, hogy eljöttök, és ne gondolkozzatok, hanem gyertek el. Na nézzük, hogy miket tud az autón. Van egy szép bőrkormányunk itt előttünk, zenevezérlő, tempomat vezérlő, telefonunkkal összeismertethető és bordkompjúter egyszer, amit látunk. Hallgassuk meg, mit tud ez a... Egyszer ezt meghallgattuk. Látjátok, egy navigációs rendszer van benne, ugye, ami tökéletesen üzemel. Mutatja, hogy hol vagyunk itt Budapesten, az M3-as szélénél. Aztán centrálzár, dupla digitális klíma, AUX USB iPod csatlakozó, 5 sebességes manuális váltó, pohártartó, könyöktámaszt és hűthető kesztyűtartó. Ez az ember biztos, meg az, hogy megvan a 2 darab eredeti gyári kulcsa. És az is biztos, hogy rendkívül könnyedén indul, tehát egy gyújtás, elforgatjuk és már is ugye szépen jár a motor, elalszanak azok a lámpák, aminek el kell aludnia, aminek világítani kell, az meg világít benne. Az autónkban menet stabilizátor kibekapcsolható és stop and go rendszerű az autónk, 4 elektromos ablak, elektromos tükör, olyannyira elektromos, hogy még be is lehet hajtani elektromosan a tükröt, mint látjátok. Na, kiszállok és megnézzük még egy kicsit innen kívülről befelé. Légzsákok oldalt, elől A, B, C osztopban végig. Fényre sötétedő a belső tükör, és még van itt szemüveg tartó is. Na és akkor itt a hátsó... bezártam. Nézzük meg, hát ha ez a gomb működik benne. Hát és működik benne, szerencsére kinyitotta ugye. Hátul izofixes ülések vannak, ugye tiszták, szépek. Nincs kiülve, nincs kiszakítva, nincs telekajálva, és elektromos ablakok, amik ugye gyári sötétítésűek, ezen a fekete metál színű autón. Kia márkajelzésű gyári alufelnin, vannak jó kis Michelin márkájú gumik, amik nagyon jó állapotban vannak. Sőt, újszerű állapotban vannak, úgy, ahogy ez a téli gumiszett is, ami majd bele fog ide a hátuljába kerülni, lemezfelnire van szerelve. Ezek Goodyear márkájúak, ami szintén mondhatnám, hogy egyik prémium kategóriás és gumigyártó, és ugye van hozzá egy gumiszett, szőnyegszett is. Itt van a kis kamerája. Lehet, hogy felvett éppen engem ez a kamera. A belsejében benne vannak itt a kis tartozékok, és van egy csomó dolog, amit ide belepakolhatunk, és alatta lesz majd a pótkerék is. Amúgy dönthető ülésekkel rendelkezik, lehet beletolni ide hátra a létrát. Tökéletes állapotú különben az autó, nagyon mutatós, szép ez a fekete gyöngyház metál szín, és projektoros lámpák vannak az autónkban. Hallgassuk meg a motorját is. Szerintem ennek így kell működni, ahogy most működik, ennél szebb jobb nem lesz, úgyhogy vigyázzatok rá, hogyha megveszitek, remélhetőleg jó sokáig fog üzemelni. Tartsatok velünk máskor is, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és hát így ilyet, ha végére nyomtok, akkor nagyon szépen megköszönöm nektek. Legyen szép napotok, várunk benneteket a kereskedésünkben.